Sziasztok, Dani vagyok, és majd olyan italt fogok nektek bemutatni, amiben nagyon nagy szerepe van a rózsának és az uborkának. Ez nem más, mint a Hendrix Gin, ami 98 óta van piacon, a William Grant és Sons-nak az itala. 11 féle különböző gyógynövényt tartalmaz, és emellett még rózsaesszenciát és uborkát. Maga az ital és az üveg is a viktoriánus kort képviseli, 100%-ig újrahasznosított üvegből van, és kisüsti eljárással egyszerre 500 és 1000 liter közötti mennyiséget állítanak elő, így a keverőmester nagyobb figyelmet tud szállni arra, hogy biztosítsa a folyamatos minőséget. Maga a lepárlási folyamat egy 1860-ban létrehozott lepárlóval készül, ezt Bennett lepárlónak hívják. Itt ráztatják bele a gyógynövényeket először az alappárlatunkba. Ezt követően a desztillálás az pedig már egy Carterhead lepárlóval végződik. A desztillálás utolsó folyamatánál adják hozzá a bolgár rózsaesszenciát és az uborka eszenciát. Ugye már említettem, hogy maga az üveg az 100%-ig újrahasznosított, minden üveg számozott, mert egy small batch eljárással készül a gin, ami azt jelenti, hogy kis mennyiségeket párolnak le, 500 és 1000 liter között egyszerre, így a keverőmester biztosítani tudja a ginnek folyamatosan a minőségét. Akkor most készítek nektek egy gin tonikot. Viszont a lime helyett én most uborkát fogok hozzá alkalmazni. A gint annyira nem jellemző, hogy magába fogyasztanák, mert iszonyatosan száraz ital. Viszont a tonik is. De valahogy a két ital egymással olyan összhangban van, hogy könnyebben fogyaszthatóvá teszik egymást. Egészségetekre. Akkor most le fogok kóstolni nektek egy Bombayt, és egy Hendrixet, és elmondom nektek, hogy mi a különbség a kettő között. Magának a Bombaynak elég erőteljes borókás illata van, más növényeket nem nagyon lehet mellette érezni. Ízre a boróka dominál, és néhány másik gyógynövénynek az ízét is észre lehet mellette venni. Még a Hendrixnél nagyon erőteljesen lehet érezni rajta az uborkát, illatra. Íze sokkal karakteresebb. Ízben erőteljesen lehet rajta érezni az uborkát, és kevésbé a borókát. A lecsengése az egy elég erőteljes, gyógynövényes érzet. És ezt a gyógynövényt ezt nem úgy kell elképzelni, mint a Jägernél, ami egyébként egy likőr. Egyéni véleményként én nem nagyon ajánlanám magába fogyasztva. A Hendrixünk egyébként egy felső kategóriás ginnek számít, 12-3 ezer forintért lehet most jelenleg Magyarországon beszerezni, de árérték arányban teljesen megéri, mert egy olyan élményt ad az embernek, amit más gin nem tud megadni. Születésnapra, ajándékba nagyon jó választás, de minden gin kedvelőnek tudom javasolni, hogy otthon tartson egy üveggel. És akkor én készítek nektek most egy gin fizzt. Ez egy nagyon egyszerű ital. Gin van benne, citromlé, cukorszirup és szóda. Öt cent gint használok hozzá, 3 cent friss citromlevet. És
némi cukorszirupot. Végül szólát adok hozzá.